Bagoly Fesztivál Nagy Kikindán. Itt telelő tarvak. Fiatal rétisas pusztult el Topolyánál. Fenékig befagytak a szikes tavak. A tavainál több erdei fülesbaglyot számláltak meg Nagy Kikinda központjában a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület munkatársai. Valós számuk valószínűleg még nagyobb, mert az enyhe időjárás miatt a madarak még nem kényszerültek be akkora településre. A bagoly számlálás a Bánáti Város hagyományos novemberi bagoly fesztiváljának legérdekesebb eseménye. A számos kísérő rendezvénynek köszönve a környékbeli gyerekek is jól ismerik ezt a rendkívül hasznos madarat. Azért már fogik a zegereket, és nagyon hasznosak azért, mert nem szabad lelőni. Mit tudsz te a bagolyról? Mivel táplálkozik? Hogy él a bagoly? Mikor dolg, mikor alszik, mikor van fönt? Igen, fönn van, nappal alszik, egereket összik. 2006-ban madártannal foglalkozó egyetemisták hívták fel a közvélemény figyelmét arra, hogy Nagy Kikinda főterén évről évre több száz erdei füles bagoly talál. Abban az évben 730 egyedet számláltak meg. Megrendezték az első bagolyfesztivált, a bagoly pedig a város egyik védjegye lett. Turisztikai szemszögből nagyon nagy érdeklődés van ez a rendezvény iránt, azért mert nagyon sokan külföldről is jönnek, meg ugye nagyon sok városból, és a gyerekeknek is nagyon-nagyon érdekes, és nagyon fontos ez a város részére. A baglyok a városközpontban lévő fákon, iskolák, templomok, intézmények és családi házak udvaraiban láthatóak. Legnagyobb részük még lombulatú fákon tartózkodik, hárs és tölgyfákon, ritkábban gesztenyefán. Megvárják, hogy a falevél lehújjon, és akkor áttelepülnek ciprusfélékre, fenyőkre vagy más örökzöld fára. Mai napon Kikindán 231 egyed erdei fülesbaglyot tudtunk megszámlálni, ami csak a központban számláltuk meg, még hozzá kell adni az egyedeket, ami a környéken lévő udvarokban van, és kb. Fölül 300 egyed lesz. Az idén elég sok rácsáló volt, és valószínűleg sok bagoly is kert ki és tudtak felnevelni. Múlt, az egész október nagyon meleg volt, és tulajdonképpen az november első fele is, és valószínűleg azért nincs olyan nagyon sok bagoly, mint az elmúlt években Nagy Kikindán, de valószínűleg, hogy kicsit megmozdul az idő, amikor a bagolyok bejönnek a városba, úgyhogy valószínűleg lesz több is. Az erdei füles bagoly a téli hónapokban megtalálható szinte minden bánáti településen, a populáció nagysága változó, mintegy 30 ezer egyedre tehető a számuk. Ono što je dobro jeste da vidimo da su ptice dalje tu, da su mirne, da su navikle na ljude i ono što posebno naravno raduje su deca koja su bila s nama u patroli. Svake godine deca sve više znaju, imaju dosta motivacije, žele da sačuvaju sove, vole prirodu i to je ono što je vrlo važno. Pa nema drugog mesta u svetu koje može biti bitnije za sove od Kikinde i to je svima dobro poznato, to je sad već globalno poznata stvar. Iz tog razloga imat ćemo evo, opet novu grupu turista, dolazi nam devetoro Britanaca sad početkom decembra, dolazi još jedna grupa krajem decembra. Ono što nas raduje jeste da su turističke ture za posetu Kikinde i sovama već za sledeći decembar, dakle naredne godine već rasprodate, tako da sad moramo malo da vodimo računa i o tome da ne dolazi previše ljudi, da ptice ne uznemiravaju. Fontos, hogy a gyerekek már kicsikortól megtanulják, hogy mennyire fontos és hasznos madár a bagoly. Ebben az iskolának nagy szerepe van. A gyerekek már alig várják ezt a novemberi hónapot, mert ilyenkor minden a bagoly nevében zajlik. És tényleg az idén nagyon idejében elkezdtük a felkészülést, és az alsósok és a felsősök is részt vettek ezekbe a különböző díszek készítésébe, reklámanyag készítésébe, szobrok készítésébe. Az idén is számos műhelymunkát szerveztek a gyerekek számára. A rajzórán csináltunk baglyokat, maszkokat is csináltunk, csináltunk ilyen papírból, kartonból, agyagból.
Az erdei fülesbagoly szigorúan védett faj, a zöldövezetek hiánya és a rágcsálók ellen gondatlanul használt mérgek veszélyeztetik őket. A kártevők elszaporodása miatt ez most is fennáll. Ilyen években nagyon mennyiségű táplálékhoz jutnak, és ez különösen az erdei fülesbagolynál mutatkozik meg, hogy ha normális átlagos évben esetleg 3-4 fiókát nevelnének, ilyen egérjárásos években 30-50%-kal megnövekszik a fészekai nagysága, tehát akár 8-10 fiókát is föl tudnak nevelni egy költési idényben, és ezzel nagy segítői a mezőgazdaságnak, viszont hogyha ők is mérgezett egeret fognak, vagy megtalálnak, és fölhalmozódhat a szervezetükben a méreg, hogyha egy mérgezett egértől nem is pusztulnak el, de lehet, hogy 5-öt vagy 10-et is elfogyasztanak naponta, akkor viszont már fölhalmozódik a szervezetükben a méreg, és károsodhatnak a baglyok is. A Bagolyfesztivál keretében a gyerekek kiállították a témával kapcsolatos munkáikat, volt tudásfelmérő verseny is. Bemutatták a szerb nyelvre lefordított könyvet is, amely az európai madarak azonosításában nyújt segítséget a természetbarátoknak. A gyakran változó időjárás hatására a madarak vonulási szokása is megváltozott. Több délre költöző madár is áttelel a sekélyvízű tavaknál és környékükön. Ezek közé tartoznak a darvak is, amelyeknek csapatai változó számban a Szeged melletti Fehér tónál töltik még januárban is a telet. A legutóbbi számlálás szerint számuk 1000 és 5000 között változik. A természetben több jelenség is utal a felmelegedés következtében a Duna-Tisza közén is megváltozott téli időjárásra. Ezek egyike, hogy az egyébként az alföldi tavaknál és réteken időszakosan tartózkodó, délfelé vonuló darvak még januárban is itt tartózkodnak nagy számban. A pusztaszeri tájvédelmi körzetben az elmúlt napokban mintegy 1000 darut figyeltek meg. A korábbi években ezek az északról érkező darvak ebben az időszakban már Afrika északi részén voltak. A darvak vonulási szokásának megváltozása nagy mértékben összefügg az időjárással, és főként azzal, hogy a fagymentes, de téli időszakban a kiskunságban is találnak táplálékot. A vonulási szokások megváltozásának megfigyelését azt tette lehetővé, hogy az utóbbi években elterjedt a madarak lábára helyezett színes gyűrűs jelölés. Ezzel a módszerrel a Skandináviában megjelölt fiókák itteni tartózkodását nagy teljesítményű teleszkópok segítségével több száz méterről is be lehet azonosítani a madarak befogása nélkül. A nemzetközi adatcsere alapján bebizonyosodott, hogy a szeptemberben Finnországból indult darvak közül jó néhány még itt tartózkodik. Fiatal rétisas pusztult el Topolyán, feltételezhetően mérgezés következtében. A helyi Arkusz Környezetvédő Egyesület tagja talált rá a tetemre a természetvédelmi terület közelében, ezután az illetékes szervek is helyszíneltek. A rétisas fokozottan védett faj, Közép-Bácskában hosszú évtizedek után tavaly költött újra egy pár, így az eset a költő populációt veszélyezteti. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület ornitológusa Sihelnik József szeptember 17-én lelt rá egy rétisas tetemre Karagyorgyevo és Kis-Belgrád között egy rókajuk mellé kihelyezett mérgezett csalétek közelében. A tetem állapotából az feltételezhető, hogy júliusban pusztult el a rétisas. Hát egyébként hatalmas jelentőséggel bír olyan szempontból, hogy a területet követtük, tehát végigjártuk a területet, és gyakorlatilag az Egyesület
aktivistái terepen voltak. Mondhatjuk azt, hogy január közepétől egészen gyakorlatilag június végéig ezen a területen, és semmi gyanúsat nem találtunk. És hát egyébként a sasoknak az életét gyakorlatilag végigkövettük ebben az évben, hiszen az idei év az, amikor először költött Rétisas Középbácskában, és hát tényleg aktívan voltak követve a madarak, hogy minden rendbe menjen, illetve ne legyen zavarás, és hát mégis megtörtént ez a dolog, úgyhogy ebben azért kifejezetten rossz ez a mostani időzítés, mert gyakorlatilag a költés időszak végén, amikor már ugye a fiókák repültek ki, valószínűleg akkor kerültek ki ezek a mérgezett csadétkek, úgyhogy az eddigi késő őszi, illetve koratavaszi mérgezésekkel ellentétben ez már gyakorlatilag az itteni költő állományt, a költő populációt veszélyezteti a ragadozó madarak tekintetében, ami nagyon veszélyes pont abból kifolyólag, hogy látjuk egyetlen egy pár rétisas költ Középbácskában, és ezeknek két fiókája kelt, ezek föl is nevelettek szépen, mind a kettő ki is repült, és közülük az egyik talált rá egy darab mérgezett csirke hátra, és hát lényegében, hogy rá fogott erre a csalétekre, fölvitte valószínűleg a fészekhez, vagy a fészek környéki fákra, mert hogy még a fiatalok ott alszanak a fészeknél, és hát éppen, ha csak évett belőle, rögtön görcsbe rándult a lába, és hát ott alapvetően a fészek alatt le is esett, és ott pusztult el. És hát ugye sajnos most bukkantunk rá, mert azért mi is igyekszünk a környéket vizsgálni, figyelni, de csak távolról, hogy minél kevésbé zavarjuk ezeket a madarakat, és hát más esetekben is így járunk el. Az Arkusz tagjai szerint a mérget rókáknak és aranysakáloknak tették ki, mint pár évvel ezelőtt is, amikor ugyanezen a területen mérgezés miatt 69 állat, köztük 59 madár pusztult el. A csaléteknek használt rózsaszín anyaggal bevont húsok színe arra enged következtetni, hogy karbofuránnal kenték be a csalétkeket, amelynek használatát évek óta betiltották Szerbiában. Az ügyben nyomozás indult. Ilyenkor a procedúra úgymond ugyanaz, amikor főleg amikor fokozottan védett fa is ugye van ott, mint tetem, tehát akkor ilyenkor több intézményt is értesíteni kell. Tehát mi már aznap este megírtuk ugye a bűnügyi följelentést, amire aztán reagáltak is, úgyhogy másnap már ki is jöttek terepre. Terepen volt például a tartományi környezetvédelmi és természetvédelmi inspektor, illetve jelen volt az állatorvosi inspektor, illetve jöttek még ugye a tartományi természetvédelmi intézetből, illetve a rendőrségtől is az az egység, amelyik ugye hát úgymond az ökológiai bűnözés ellen lép fel. Mit tudnak ilyenkor tenni, tehát hogyan zajlik az ügynek a felkutatása? Hát mindenféleképpen ugye, ami a legfontosabb, hogy ezzel a bizonyos anyaggal bekent húsdarabokat, tehát el kell távolítani terepről mindenféleképp, hiszen ez, hogy erős mérget használtak, ugye mi gyanú szerint valószínűleg megint csak furadáról lehet szó, de persze ez egy analízis után derül neki konkrétan, tehát mi ezt csak feltételezzük, tehát annak a hatóanyaga az még bőven később is hat. Na most az a, hát úgymond probléma, hogy nem tudtunk időben reagálni, tehát az lett volna a legjobb, hogyha már akkor megtalálnánk és szólnánk ugye ezeknek az intézeteknek, amikor még nincs tetem, de sajnos itt megtörtént a kár is, illetve régebbi maga tetem is, illetve ezek a úgymond húsdarabok is, ezért nem biztos, hogy ezt már el tudnánk küldeni egy sikeres analízisre, de hát mi továbbra is bízunk benne, úgyhogy ilyenkor megfelelő intézetek felé kell fordulni, és velük kimenni terepre, és ezt végig kell zongorázni. Még akkor is, hogyha valószínűsíthető, hogy nem lesz meg az elkövető, egyszerűen ezeket az adatokat gyűjteni kell, hiszen aki azt mondja, hogy a községében nem történnek ilyen mérgezések, az valószínű, hogy nem tud olyan esetről, tehát szinte biztos, hogy ez egész Vajdaságban, egész Szerbiában sajnos probléma, attól függetlenül, hogy ez a sűrűn-sűrűn felbukkanó furadán nálunk is már 2014 óta tiltott. A rétisas fokozottan védett Szerbiában természetvédelmi értéke csaknem 400 ezer dinár. Elpusztításáért akár 1 200 000 dináros büntetés is kiszabható, és a bíróság akár 3 év börtönre is ítélheti az elkövetőt.
Néhány napos erős fagy hatására a Kiskunság nyugati és déli peremén fenékig befagytak a 20-30 cm mélységű szikes tavak. A kutatóknak ez nyújtott alkalmat arra, hogy megvizsgálják a mélyből feltörő vízforrásokat, valamint az elszíneződések alapján a sótartalmat és a télen is szaporodó mikroszkopikus élővilágot. Fenékig befagytak a sekélyvízű Dunatisza közi szikes tavak a nagy hideg hatására. Mivel a tél elején kevés volt a csapadék, nagy részükben alig maradt víz, így az egyébként nyári, aszályos időszakban megfigyelhető sziksós kiülepedés télen is látható a száraz mederrészeken. Különleges látványt nyújtanak azok a tórészek, amelyek a magas sótartalom miatt elszíneződve fagytak be, és jól látható módon elválnak a környezetüktől. Ezeken a pontokon korábban igen magas 5-8000 mg per liter sótartalmat is mértek a vízben. Ezt jelzik a zöldes-sárga foltok, valamint azt, hogy a legújabb kutatások szerint ezeken a pontokon tör a felszínre a sziksós víz a mélyből. A kétféle feketének és fehérnek nevezett szikesvízű tavak közül a fekete vízűek átlátszóak, ezért a fagyás ellenére tisztán látható az aljzat is. A most folyó kutatások szerint a fagyott részekben az elszíneződés még azt is jelzi, hogy a fagy ellenére is itt szaporodnak a baktériumok. A februárra várható első olvadások hatására az elszíneződött részeken jelennek majd meg a szikes vizekre jellemző néhány milliméteres tócsarákok.